Én azt gondolom, hogy semmi okunk a szégyenkezésre, vagy arra, hogy lehorgasztott fejjel menjünk haza. Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtunk győzni, de nem dőlt össze a világ, ugyanúgy kell folytatni tovább a munkát, folytatni is fogjuk. Nyilván szomorúak vagyunk, mert elvesztettünk egy meccset, ami úgy gondolom, hogy a második fél időben a még több akaratnak és a csapatmunkának köszönhetően elértük azt, hogy feljöttünk, és én úgy gondolom, hogy meg nyert meccset veszítettünk el. Viszont a Larvik egy olyan csapat, aki csinálja a sémáját, és hogyha mi a kezükbe vagy adjuk a lehetőséget, akkor ezzel ők élni fognak. Nagyon sok hibát vétettünk, főleg az első fél időben, rengeteg lerohanás volt, és szerintem ott az elején nem engedjük el őket, akkor nyilván a másik fél időben fölzárkoztunk, de azért úgy gondolom, hogy ott ez nagy erőt vett ki belőlünk, hogy visszaszárkozzunk. Úgy gondolom, hogy a védekezésünkkel volt a másik fél időben kicsit több probléma, de hát dolgozunk tovább, azért még van sok meccs, és meglátjuk, mi lesz. Én azt mondanám, talán az első fél időben a támadójátékunk volt gyengébb, nem is a vége, hogy folyamatosan problémánk volt a támadásokkal. Olyan hibákat követtünk el, amit ez a norvég csapat könnyörtelenül megbüntetett. 7 lerohanás gólt kaptunk, mind a hetet abból, amikor mi hibáztunk felállt fal ellen, rossz passz, rossz döntést hoztunk, technikai hibát vétettünk, azonnal megbosszulták. A második fél időben valóban itt 2 gólos vezetésünkkel mentünk be a véghajrába, azt hiszem 7 vagy 8 perc volt, helyzeteink is voltak, ott kimaradt 2-3 zicserünk is, mára ennyi volt, ennyire futotta. Nem gondolom, hogy meglepetést okoztak volna, inkább az, hogy amikor följöttek a második fél idő végén, tehát az utolsó 10 percben, akkor a hibáinkból éltek. Nem gondolom, hogy lehajtott fejjel kell csinálni, mert nagyot küzdöttünk, akartunk, csináltunk jó dolgokat. Most azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki, aki a pályán volt, megtett mindent. Holnaptól új nap kezdődik, és nem csak azért, mert holnap hétfő van, hanem azért, mert ezt ebből tanulni kell, de csak előre nézni. Szerdán bajnokink van Fehérváron, hétvégén megyünk Nagybányára, és hogyha sokat rágódnánk ezen, ami egyébként sem jellemző ránk, akkor csak hurcolnánk magunkkal a problémákat. Előre kell nézni, a hibákból tanulni, és csak pozitívan gondolkodni.